Tovább. És miért is mutattam be, miért is foglalkoztunk a harcos küzdősporttal és az önvédelmi rendszerekkel. Nem mondom, hogy az áll és állat, nem az a cél, hogy bemutassa az egyik jobb vagy rossz, mint a másik. És én úgy élem, hogy úgy látom, hogy azt, hogy te meg tudod védeni magad, azt, hogy te egy verseny elvész és nyerni kupát, azt, hogy te kitúrod magad, ezek mind ilyen pluszok, ez a bónusz, amit a kitartó és kemény edzésünk hoz magával. Én azért csinálok a harcászatot, bármilyen küzdősportot, hogy ebben a háromban fejlődik, amit látok, ez a sín kupát, ez japánban nap, és úgy néz ki, hogy a sín, az elme, vagy a lélek, az egy sok összetevője van. A hív, az nem az a diamétikus harcászatot, hanem itt a technikát jelöli, a tájtani a test. Tehát egy szellemi, egy technika és egy testi fejlődés. Bármilyen stílust is csinálsz, úgy kérdezik, hogy bemutatsz a helyzetet. Tehát, hogy megy fölfele, vele fölfele egy út. De sokfajta úton fel lehet jutni a helyzetet. Mert lehet, hogy te gazdítszódó, lehet, hogy te kunkúzó, lehet, hogy te karatézó. Mindegy, mert ha te felmész a helyzetet tetejére, minden tudomat a voltál. A helyzetet tetejé, ez a három az, szerintem, bármilyen harcot is csinálsz, fejlődjél testileg, szellemileg és lelkileg. Tanuljál, gyakoroljál, változzál, többleg. És innen kapcsolódik át szerintem az önismeret, hogy ez nem csak az edzés igaz, hanem pár éve lépik a kérdés során. Én úgy látom, hogy az élet az arra szól, hogy megismerjük saját magunkat, környezetünket, tapasztalatokat szerezzünk, kipróbáljunk dolgokat, és ezt magunk javára fordítsuk úgymond. És hát fejlődik. Tehát ez egy nagy utazásként látom az életet, mert magát a harc, mint az utazás, a küzdősport világát, egy tanulás. És ez van a tetején, nem az, hogy most legyél bajnok, hanem nagyon jó dolog, nyilván ez nem kis munka kell, de túl azon, amikor mondjuk a főleg a versenysportolók az a személyiség, hogy idő után kiöregszenek, nincs tovább versenyezni. 40-50 évesen már nem lehet olyan versenyezni, de még edzeni lehet. És hogyha nem lesz van a hely tetején, akkor utána nehéz új célt találni, mert a bajnok szívesen, hogy 50 évesen már lehet. De az, hogy fejlődjek, az, hogy lejárjak edzésre, az, hogy jól érzem magam, az, hogy megtanuljam magamról különböző dolgokat, az 100 éves fölül is megcsinálom. Na és akkor most értünk át kicsit, hogy lehet ezt önismeretre használni. Hát a küzdelem az egy nagyon-nagyon jó önismereti eszköz lett, hogyha azt teljesen használjuk. Ugyanis hát aki már küzdött életében, vagy csak edzéssel, az egy nagyon őszinte dolog. Mondhatod magad, hogy te vagy a világ legjobb korak, te vagy a bajnok, de amikor ott van a küzdés, akkor meg hát te lehúzod a tüzet farkon, és akkor nem nagyon megy. A küzdelemre kiderül az, hogy mi az, ami tudsz valójában. Ezért nagyon sokan nem szeretnék a küzdést, mert senki nem szeret azzal szembesülni, hogy valami nem elég. De ez egy csapat. Tehát ahhoz, hogy valami jó tudó legyél, hogy azzá váljál, hogy képes legyél megérni magad, ahhoz olyan dolgokat kell csinálnod, amit még soha életedben, vagyis abban valószínűleg nem veszel az elején jó. Olyan kell csinálnod, hogy nem vagy jó, hogy később jó váljál. Hát, hogyha ez érthető. Tehát ez egy 22-es csapat. De nagyon sok jönnek hozzánk is edzés, és akkor az első edzés után, hogy hát ez nem vagyok jó, nekem vagy sem. Hát, na, nehogy nem ilyen. Szép is lett volna az első edzése meg minden. Tehát ez nem nagyon működik, az ember nem akar ölni semmi. De amit mondtam, hogy nagyon őszinte dolog, és mondjuk az április, hogy 5 perc nagyon hosszú idő, 1 perc is nagyon, de 5 perc alatt sokkal többet megtudsz egy ember olyan küzdés során, szerintem, mint egy fél órás pszichológiai beszélgetés. Mert érzed a másik. Olyan, hogyha birtokod a gyűlöket, egy fizikai gondolat is hosszabb távon meg tudod tartani. Lehet érezni másiknak a személyiség, a lelkét, a hozzáállását, nem tudom, de én szoktuk, szerintem, aki tudja, az a küzdőkán tudja, gondolok. Szóval nagyon sokat meg lehet tudni az embernek a jelenéről a küzdés során, és megtudsz a saját magadról is. Tehát egy küzdés nem az ellentétű. Szóval az elején igen, hogy legyünk, de aztán rájössz, hogy ahhoz, hogy legyünk, de össze magadat kell legyünk. A saját kényelmeidet kell szemlélned, a saját hívásod, a saját nehézségét. Az, hogy ő is ott van, az csak egy plusz. Csak ugye az elején azt látod, hogy 190 centig kutyú kopasz rossz arc, hogy az félelmet, csak megint. Nem az félelmetes, hanem az, hogy hiszel el is magadból, hogy nem tudod, hogy győzni. Ez sem jóról szól, csak kivetjük rá a pillanatot. És ezt magunkba kell rendbe rakni. Ez már, amit mondtam, ez egy tudatosan ismeret. Legtöbbször nem ilyen tudatosan zajlik, mert egy küzdős sportoló igazából átadja a folyamatot, mert beszélnek erről az edzők, csak nem viszont ilyen tudatosan. De minél jobban ezt tudatosítom, annál idézőjelben könnyebb, látni, hogy küzdés sose könnyű, de könnyebben át lehet ezeket menni. Mert ez egy
nagyon nagy is. Hát legyőzik az egónkat, mert az nagyon nem szereti, hogyha ilyen kipak az ember. És itt szó esett a harcosokat, tetszett az olyan, hogy mondta, hogy hogy képzelni az ultimi harcos, hogy 195 centi kigyúrt, és tűzik a szemébe, és félkézzel a gázdai hadsereget. Én is azt hittem, hogy egy harcos, hogy nem az egyre harc, de attól harcos, mert vannak fizikai adottságai, meg azt, hogy mennyire bátor, hanem félelmény ellenére is megteszi azt, hogy a többiek nem. Ettől harcos. És hogyha így gondolkozom, akkor itt mindenki lehet harcos. Mindenki, hogy milyen fizikai harc. Tehát a hétköznapokban is vannak harcok, amiket meg kell tudni, hogy szembe kell nézni a főnököddel, a párokkal, akkor nem tudom, és meg kell vele vívnod a csatáért. Szóval a harcos, hogyha így nézed, akkor el tudsz vonatkoztatni a fizikai dolgokról. De viszont ez fontos, hogy Kassai Balázsnak biztos már hallott, hogy bárra a gyorsigász, nekem nagy gyerekében, és ő mondta, hogy és ez is pont ugyanez a felismerés volt, és olyan nem változtam vele, hogy a lovasigászatot csinálok, hogy tűzmestert, hogy harcmestert, de ők gyorsulva látják ezt utánat, és szerintem ez tök jó, hogy más oldalról, de mégis majdnem ugyanaz. És ő mondta, hogy egy harci iskolában a harcosok vannak. Azok érzik, hogy lovokat, hogy benne van legalább a csírája az, hogy harcosnak tud várni. Tehát a mai világban azt mondják, hogy bármi lehet, mindenki, bárki, bármilyen válhat, mindegy azt mondja, hogy kasztok vannak, és hogyha megismered magadat, tehát egy harcos vagy, gyógyító, tanító, akkor afelé menj, és abba teljesítjük. Lehetsz te tanítóként is harcos, csak lehet, hogy 50 munkával, lehet, hogy közben 50 sérülést összeszedsz, mert igazából neked nem erre kell. Mert nem azt jelenti, hogy egy átlagos képességed, egy átlagos tudást nem lehet elszedni, de sosem leszel, hogy világbajnok akkor, mert neked nem ez a dolog. Ha nem ismered meg önmagadat, akkor igazából utasd volt, hogy önjük a videt. Tehát ez nem az, hogy elvesztegetted időt, mert hát azért lehet tanulni, de ezért jó, hogy az ember meg tud ismerni magát. És a harcosabb válasz az úgy, hogy nem egyszerű, azért elég a küzdelem, az egy olyan dolog, hogy nagyon ostálja az ember, tehát az elég hamar kiderül, hogy azért vagy sem. De sokszor szerintem azért nem tudjuk magunk, hogy azok vagyunk-e, mert ezek nagyon pici csillárok vannak bennünk, de mind, amíg felnőünk, addig nagyon sok minden rákapódik. Aki kérne kisgyerek az anyjában, nem lesz harcos, nem lesz egy harcos, hanem azzal válik, azért egy férfiben válik el, nem csak egy fizikással felnőünk. És ezt elvileg a szüleink, a tanítóink, a közösség azok döntik el, hogy azok rá gyakorolt hatásuk döntik, hogy körülvesznek. Tehát egy olyan környezetben nőttél fel, ahol minden nap azt hallottak, hogy te egy semmire kerülsz, rossz ember vagy, de oda nagyon nehéz harcossá válni, még hogyha ott van benne a lehetőség. És lehet, hogy ettől is sikerül, de az megint egy nagyon tudatos dolog kell. Tehát a lehetőség az mindenkinek adott, de azért, hogy ez nem egy könnyű út, de nem is biztos, hogy kell az egyébként. És hát egy dolog itt is a komfortzónáról már is lerágítsak, és hallottak, hogy megint ilyen motivációs előadásnak hangzik, de nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok embernek látom, mert elég sokan megfordulnak már hozzánk, hogy ők szeretnének bajnokok lenni, meg szeretnének erősödni, de nem akarják azt, hogy előbb belerakni. Nem akarnak kettőnkben háromszor másodóra az edzően, nem akarnak izzadni, csak legyünk már bajnok, legyen már jó nézek, kívánatra lehet csajozni, tehát megint az egész, hogy nagyon megnehezíti a dolgot. És ugye szembesülünk az, hogy nekem ez nem megy, mert nem vagyok elég, mindig rám a levelnek. Ez így morzsolja az ember, és ugye nagyon kényelmes, mint a világ. És nyilván, akik van jelölt kivételek, de ebben a legtöbben munkát otthon ülünk, nézzük a barátok összet, rendeljük a kaját, nem nagyon mozdulni meg otthonról. Minden könnyen, gyorsan, egyszerűen kényelmesen van, de ez nem tudsz, semmi baj, csak változni, hogy nagyon nehéz, hogy beemelkedik a kényelmet. Attól még lehet tovább élni, nincs ebben semmi baj, a változás, az új tapasztalatok mindig akkor jönnek, amikor valami kihívással járjunk magunkat. Amikor valami új dolgot próbálsz ki. Valami olyat, ami nem garancia siker. Hát nem is én most még kiállok, lehet, hogy felcsapatok, nem tudok tetszeni. Igazából nekem, mert én részemről megköztem a maga, hogy kimertem állni, és járnak a mondomra. Az én maga részemről megküzdöttem a harcomért, hogy valakinek tetszik, hogy nem az, hogy már úgy sajt, hogy fogjuk. Hát nem, hogy nem tetszik, de ez a kicsit kiderült. Na, én tovább, kitartás, kifogás, egy küzdősport, harcmészet, sport, mindegy, hogy mit csinálsz, csak futsz, az mindig arról szól, hogy képes vagy-e letűzni az akadályokat, képes vagy-e átmenni a kifogásokat, nincs idő, nincs pénzed, nincs energiád, stb. Stb. Ez
ezek mindig terjedtek, még akkor is, hogyha szereted azt, amit csinálsz. Ezt biztos sokan hallottátok, hogy mai napon, a mai világon talán meg, hogy szeretsz, és akkor könnyű lesz az élet. Azt mondom, hogy könnyű lesz az élet, de attól, hogy én szeretek edzésre járni, az nem azt jelenti, hogy nekem nincsenek nehézségek, nekem nincsenek rossz napjaim. Amikor kikapsz az elsőnél, azt csak így átkuhanszolni, mert szeretsz versenyzni, attól még nehéz, de az tény, hogyha azt sem, hogy szeretsz, akkor általában könnyebben átkutod ezeket meg. Szóval ez is kemény visszakanyarodni arra, hogy ha megismered önmagad, akkor meg tudod ismerni a környezetet, meg tudod nézni neked, merre célszerű menni az életbe. Megint nem csak a sportról beszélünk, hanem a munkában, a párkapcsolatokban, hanem egy kicsit kijebb lehet vinni ezekbe a dolgokból, és meg tudod nézni, hogy te merre tartod az életbe. És hát ugyanegy, amit az elején is mondtam, közös cél és maga a közösség, ahol az ember lejár ezzel, ez nagyon-nagyon fontos. Mert hetente háromszor el lehet járni a szórakozó helyekre, és ott is egyfajta ingyen érnek el lehet járni. A dozsóba ott is egyfajta ingyen ér, mind a más típusú emberek vannak. Megint nem az a cél, hogy megint jön, hogy megint jön, vagy rosszabb, de ezek tényleg. Tehát úgy néz föl, hogy mindig azt hallott, hogy ingyen biztatnak és támogatnak, hogy könnyebben kiteljesedik az ember, hogy állandóan azt hallott, hogy neked nem megy, nem vagy elég. Nagyon fontos, hogy csapatból lehet ez a közösség, amiben te lemész, és egy napunknak gyakorolsz, hogy biztatnak ezt. Mi a közös cél? Tehát, hogy mindenki csak saját magáért, tehát, vagy pedig az egész csapatért, ki az, aki hobbiból lesz, csak ki az, aki versenyző, szóval, tehát meg kell találni, még a csapaton belül is azt, hogy te mit szeretnél, mert lehet, hogy nem az a baj, amit csinál, csak nem küldetjük ki emberi, hogy csak hobbiból kezdenek. Lehet, hogy jól ez rendetlen versenyző szeretnél, akkor neki látni valami másik klubhoz, ahol csak versenyző akarnak, és így versenyszerűen edzenek. Tehát ezért is fontos, hogy kicsit megismerjük a környezetet, megismerjük saját magadat. Én is nagyjából szerintem a ígérésért, mint a végén, meg csak annyit mondani, hogy mindenki arra biztos, hogy kezdem el, voltam nem tudsz tüketetni, mozogni, sportolni, bármit, amit szeretnél, bárhol, ott, ahol vagy, mert szerintem ez nagyon fontos, kis lépésekre arra, ne akarjál azonnal zenecsapni, napi 10-20 perc már nem sokkal számít. Ha megcsinálsz, hogy kinyomkodsz a küzdést, vagy valószínűleg, vagy bármi sportot, akkor csak arra biztos, hogy csinál tovább, lesznek nehézségek, lesznek persze kifogások, de az utazás, amit mondtam is, hogy megismer a saját magadat, hogyan tudsz ezeket túljutni, hogyan tudod ezeket a saját életekre, a saját előzőket boldogat. Jó, úgyhogy hát én is terveztem már, és köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, hogy mennyire úgy ment el, hogy egy kérdezte, hogy van-e van-e van kérdés. Van-e kérdés, hogy voltak kérdezetek? Nagyon sokáig kérdés, hogy szerintem mindenki kér, de nincs. Hogy én sokáig azt hittem, hogy látom és kettőt hatosítom, azért biztos nem kérne semmitől, de ők is kérnek, ők is kérnek, fokozatosan az építés az építés. Ha most mondd rá, hogy írtam ezzel egy kérdés, és azt betolgoznám, amit tényleg szóval. De kifejtem, hogy ez az egy hosszú építés, mondhatnék 5 perces tanácsokat, de megint milyen kérdésről beszélünk. Fél akkor megtárolják, vagy fél akkor, hogy megképít a történetben, és ugye fóbia aggódalom, sima félelemzőjel, de nagyon sok problémája van. Nem az még 5 perces, 5 másodperces is kulcsot. Én mindenki, ha azt látja, ha érdekel a félelem, akkor kezdve foglalkozni a félelem. Akárhol a tárgyában, hogy félsz. És én úgy néztem meg, hogy a tényleg is üzeni valaki a félelem, akkor ott megnéztem olyan embereket kerestem, szintén félnek, és akkor mégis kisnek. Mert akkor ez neked egy jó példa lehet, hogy ha én magamról nem hiszem, hogy képes vagyok, akkor megnézem, hogy ő képes, ő mennyire jobb, mint én, csak mert az, mint én. Hát akkor én is képes lehetek erre. És amikor elmondom, hogy itt minél jól megismerni a magát a félelem tárgyát. Ugye ez is 22-es csapdára az úgy, azzal nem akarom szembenni, hogy nem akarom foglalkozni. Pedig valószínűleg lehet, hogy mindig pontosan azt csinálni. Yeah.